A Petőfi szilvesztert tavaly a járványhelyzet miatt nem lehetett a megszokott formában megtartani. Így a város, valamint a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, hogy a hagyományok ne szakadjanak meg, a virtuális térben rendezte meg az évvégi kulturális eseményét. A serleges fogadalomtételen a koszorúzás mellett a kulturális programok sem maradtak el. A kiállítást most Nagel Kornél grafikus Petőfi Sándor verseihez készített metszeteiből rendezte a múzeum, melynek egy darabja már a helyi gyűjteményt gazdagítja. A Szabadság szerelem című vers kapcsán született alkotásról kérdeztük a művészt. A városnak volt nagy öröm, illetve a múzeumnak, hogy az ő kortárs Petőfiről szóló gyűjteménye az egy Nagel Kornél alkotással is most gazdagodhatott. És te úgy jöttél oda erre a kiállításra, hogy akkor ezt a képet szeretném itt hagyni a múzeumnak, a városnak, és ugye ez a Szabadság szerelem című kép volt. Volt olyan néző, aki betelefonált, és mi is örömködtük, hogy nagyon örülünk, ha tetszett a tárlat, mert maradt itt belőle egy kép, és magától mondta, hogy csak nem a Szabadság szerelem. Ugye mi céltudatosan azzal zártuk ezt a műsort, mert tudtuk már akkor, hogy ez a kép itt marad, és valahogy aki ezt az adást nézte, az rá erősített, hogy ha valamelyik itt maradhatott, akkor az csak ez a kép volt. De azt olyan jó lenne tudni, hogy te miért pont ezt a képet ajánlottad föl ebbe a gyűjteménybe? Hát először is nekem volt nagy öröm és megtiszteltetés, hogy hát egy ilyen gyűjteménybe hagyhatom ott, és ezt jó fogadják ezt a képet. Nem volt annyira tudatos a választás. Egyrészt a Petőfi anyagom az az anyag, ami nagyon-nagyon meg lett rostálva. Tehát itt azt előzőleg beszéltünk az alkotói folyamatról, de itt ez egy jó 40-45 kép vázlat született, és olyan 30 kép elkészült, amiből hát 8-at nemes egyszerűséggel kidobtam. Tehát ez az egyik legjobban megválogatott számomra, legjobban megválogatott anyagom, azt neki tudja, hogy az évek majd mit hoznak, hát lehet, hogy még kidobok belőle jó sokat, nem tudom. De ez a vers, ez amiatt érdekes, mert több interjúban, vagy hát ahogy beszélgettünk már, sokszor el szoktam mondani, hogy én egy kicsit máshogy alkotok, tehát én egy kicsit ilyen felkészülősebb vagyok, van, aki nem kutat ennyire, hanem ők a szerencsésebbek, én kevésbé vagyok ilyen téren szerencsés, nekem kellenek a kicsit a túlhúzások. Ez azt jelenti, hogy reggeltől estig ezt kell olvasni, amikor még Pesten éltem, akkor nekem a villamostól elkezdő tömegközlekedtem, ott dobolt az adott vers, az egyebek, tehát nekem nagyon nehezen jön ki azt, hogy mit szeretnék láttatni. Tehát nem az van, hogy nekem egyből jön a kép, hanem azt gondolom, hogy kicsit így fejben meg kell dolgozni, és akkor utána ilyen teljesen szürreális helyzetekben, nem tudom, mosogatok, vagy nem tudom, bármi sportolok, tehát csak így, hát nem harangszóra, de egy ilyen gong van bennem, és beugrik egy kép. És mindenképpen így születik. Tehát nem azon, hogy leülök, és akkor húzgálom a vonalakat, és akkor majd valami kijön, hanem igenis kell a felkészülés, és utána kapok föntről egy gongot. Hát a Szabadság szerelem is így készült, és hát elég sok aspektusa van. Én nem nagyon szoktam képeimről mesélni, nem azért, mert nem tudnék, hanem mindig nekem a legjobb ilyen közös játék a nézővel, hogy ő elmondja, hogy ő ebben mit lát, és hát azért persze, amikor figurális képeket alkot az ember, akkor azért könnyebb dolga van. Tehát itt én nem hangulatokat vagy érzéseket, mint mondjuk akár egy színes dologgal ki lehet váltani a nézőből, hanem egy közös gondolkodást, és ez mindig bejön. Tehát itt, hogyha most a Szabadság szerelem képet nézzük, akkor nekem volt a Petőfinek a úgymond katonakori fotójából a kicsit átgondolás, akkor az, hogy miért ilyen vonalasan tett nálam ez a rezgés, ez a pezsgés, ez a lánglelkűség, vagy egyebek, tehát ott végig is úgy áll, ezek közelről nem nagyon lehet látni, távolról kell szemlélni a két úgymond fénycsóva, vagy villám, vagy hasonlóképp, mint nekem a gong,
hogy fej vagy vagy a szív, aztán, hogy ez most befelé jön, vagy kifelé, vagy kívülről jön befelé, vagy belülről árad kifelé. Szóval több olyat, és ezek nem tudatosak. Megmondom őszintén, hogy nem egy ilyen manírkészlet, vagy egy fölírok egy ilyen eszköztár rendszert, hogy na most mit szeretnék láthatni, és akkor kipipálom, hogy na ez jó, hanem egyszerűen ez a gonggal jön. És ez lett. Aztán, hogy most a technikai megvalósítás, meg hogy ez mondjuk sok idő, vagy sok munkaóra van benne, ez már egy másik dolog, de igazából a számomra ez a vers maga a rezgés, maga a úgymond állandó kérdésfelvetés, tehát hogyha ha költök sorait akár a ógrögöktől elkezdve nézzük, vagy gondolkodók azért ezeket a kettősséget, teljesen mindegy, hogy most a szabadság vagy a szerelemről, vagy az élet vagy halálról, vagy bármiről feltette, tehát ez a kérdésfeltevés főleg költői szinten, az egy ilyen fontos momentum, és szerintem ennek sokkal több mélysége van, amit most nem akarok belemenni, de szerintem egy néző, vagy egy erre fogékony látogató sokkal több választ tud erre adni, hogy a kép is, meg maga a vers is, meg maga ez a felvetés, ez mit számít, mit jelent számára. Szabadság, szerelem. E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet. Szabadságért föláldozom szerelmemet. Mit tanultál a költőtől? Hát az, hogy jönik azok jönik. Tehát, és örökérvényűek. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen korban olvassák újra, teljesen mindegy, hogy milyen nyelven, teljesen mindegy, hogy milyen országban, tehát azért Petőfinek is vannak viszonylag jó fordításai, tehát ott, ahol egy adott nép, nemzet hasonló történelmi korokat élt meg, ott abszolút teljesen mindegy, hogy most ezt Argentínában, vagy esetleg Japánban olvassák ezt gyerekek, vagy felnőttek. Miatt mondtam Japánt, mert elképesztő, hogy milyen fordítások vannak, és milyen kultusza van a japán gyerekeknek. Tehát itt most érdekes, hogy a Kodály módszert, meg mondjuk a Petőfi kultuszt tudtuk átexportálni a japánokhoz. Tehát teljesen mindegy, abszolút érték, egyetemes gondolatok, egyetemes vágyak, egyetemes ifjúkori hévvel megáldott felvetések, válaszok, úgyhogy tehát ezt jelentette számomra. És hát azt, hogy teljesen mindegy, hogy adott verssel mondjuk alsó tagozatban találkozik valaki, vagy 20 évesként, vagy közel a 40-hez, mindig mást ad. De hát a nagy zsenik, meg az irodalmi remekek azok, meg akár teljesen mindegy, hogy milyen művészeti ágat mondunk, ez teljesen jó. Tehát az érdekes, hogy egy alkotót is meglep. Tehát én, hogy pont most, hogy kicsit ránc felvarrok így online felületeimen, mert hát borzasztó elmaradás van, tehát így nem vagyok egy ilyen online felület guru a saját alkotásaimmal, de például megnéztem mondjuk a Faludi anyagot, vagy a Pinészki anyagot is, és érdekes, hogy bizonyos versek már teljesen mást adnak számomra is, tehát magamat is meg tudom lepni. Aztán van, amit vállalok ebből, van, amit nem, de mindig változik. És hát Petőfi is így jó, hogy változik.